Na, hello, fiúk. Hi. Hello, Charlie. Hello, Fifika. Még ezt akkor... hello, Krisztián. Hello, mindenki. Mint régen a pimpába. Szia, pimpa. Mm. Szia, nap. Mm. A pimpából nekem mindig az ugrik be, hogy így természetellenesen fut, és így oldalra lóg a nyelve, mint a... <gül> <gül> mint egy kolumbiai nyakkendő. Hát én a, én a, piramisokból akartam mondani a, azokat a színes képeket a falon, ahol természetellenesen... Igen, csak nem jutott eszembe. Ki voltak tekeredve az emberek. Várjál, várjál, -e, várj -e, mert a, De csak egyipt, az Igen. egyiptomi falfestőművészetet ne keverjük össze az írással. Jaj, tényleg, tényleg. Bocs. De butaságot mondtam. Volt -e ennek valami neve, még művészettörténelemből tanultuk, hogy az volt a plánéja, ugye, hogy a deréktől lefele oldal nézetben voltak, deréktől meg, meg szemből. Ne. Köszi, Fifika. Igen. Na, mi történt veletek? Ujjó, uh, most te kezd. Ő velem mi történt? Hát változatos a kedvéért foglalkozott a... Foglalkozott? Folytatódott a fogorvos szaga. Ezúttal a jobb felső bölcsesség fogam került átdolgozás alá. Úgyhogy így a, a bal oldalam már kompletten készen van, már csak a jobb oldalt kell megcsinálni, meg a lökhárítót. És és vasárnap pedig len voltam a krisnásoknál élet- és egészségfesztiválon, és nagyon finomakat ettem. Ennyi történt Jézus most. Márjám, a krisnás éterre azt mondani, hogy finom. Nem is azt mondta, hogy finom. Nagyon finom. Egyébként nagyon finom. Hát Nincs az egyed, a semmi egyed, egy fél évig én ettem. Nem tudom, nekem... Borzasztó. Nekem úgy nem volt vele semmi gondom. Hát nem tudom, én fél évig éltem rajta, és a végén azt hiszem az volt a bosszum, hogy kimentem a marstéri piacra, és lezabáltam véres hurkából. Ez a baj, hogy nem módjával csinálod, tehát nekem ilyen kuriózum ritkaság számban mennek ezek az ételek, és azért megmarad az élvezeti értéke. Igen, De például volt most már én is élvezném. Ott valami kis cucmók, valamilyen összezúzott zöld borsó kisütve ilyen kis lepény formában elképesztően finom volt. Ú, erről a kisütvére jut eszembe, volt egy sztorima a, 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 nem mondom meg, melyik bevásárló üzemegységben voltunk, és visszajött reklamálni a nő a kasszához, hogy de hát már pedig ki volt írva, hogy az olaj akciós ez meg nem annyi. És aztán odafordult a kaszás, és mondta, hogy igen, mert ez D-vitaminos étolaj. Tehát így elképzeltem azt, hogy miért jó az, hogyha a rántott hús D-vitaminnal mesterségesen gazdagított étolajban sül. Ah, mi lesz a következő? C-vitaminos, hmm, vagy... Elted a, a pincében is, nincs szükséged napsütésre. H hát vagy úgy mondod, hogy ihatod a pincében az étolajat, és akkor így viszed be magaddal a ezer nemzetközi egység D-vitamint, vagy valami hasonlót. Úgyhogy ez jutott eszembe hát hirtelen erre. Hát ennél nagyobb őrületes fasságot tényleg keveset talál az ember. D-vitaminos étolaj. belőle a picsába. Én január 1-től tökéltem, hogy szándékozni fogok uh, nikotinos sör gyártani. Mit szóltok hozzá? január, már még jövő január Igen, ettől? jövő január 1-től nikotinos sör. Jól hangzik. Ugye? Szerintem is. Ez majdnem olyan jó, mint a rántott strúc hónai. Abszolút mérhető lesz a nikotin fogyasztásom. Na de hogy komolyan a témánál maradjunk? Fél liter. Fél liter. Maradjunk fifika veled a birkákon kívül. Oh. Meg véget, Muszáj ért, róla véget ért a fűtés szezon. Uh, nem, nem, nem. Ez teljesen rosszul gondolod, Charlie, mert uh, ez ez vályokház. Itt el Tehát se itt kezdődött. Este, nem, este hideg van. Úgyhogy uh, kedves drága jó feleségem, az még mindig este még egy picit, csak egy picit begyújtok, csak hogy langyos legyen a levegő. Uh, pedig elég összebújni, vagy tornázni lefekvés előtt? Hát, Krisztián, majd uh, ilyen 27 év házasság után megkérdezem, hogy elég összebújni, Krisztián. Ó, jó. Istenem. szólok. szólok, ha elértem a 27 év házasságot. Részed legyen benne, kívánom. Erős a lemaradásod? Igen. Te perjél. Na, és akkor én is folytatom, mert hogy, hogy nekem is volt egy egy fogorvos szagám ismét, amit, amit beszéltünk múltkor, hogy ketté tört a fog, és majd azt lepótoljuk, és, és felépítjük, hát az most úgy néz ki, hogy, hogy egy olyan, a tegnapi akció az egy ilyen nettó másfél óra csiszolás volt, és azzal a pici fejjel sikerült teljesen eltüntetni a fogam kint lévő részének a döntő többségét, és egy ilyen csapot szerelt bele, hogy majd arra kerül a korona, de megnyugtatnálak benneteket, hogyha nagyon idegeskednétek azért, hogy legközelebb, ha találkozunk, akkor majd... Hogy egy aranyfoggal ö, vicsorítva fogok mosolyogni, nem arany korona lesz rajta, hanem valami. Mit tudom is én, milyen... Öh, igen, igen. Mondjunk valami durvább anyagot. Sírkő. 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 Sírkő, igen. Na, úgyhogy... Ö, az... A sírkő fogok, és belevésve, hogy Tag Life. És mondta nekem, hogy hát ez a mostani, akkor ez 15 volt, és már csak egyszer kell jönnöd, az 55 lesz. Bazd meg! Úgyhogy, de azt mondja, ebben már benne van a fogtechnika díja is. Hát mondom, ennek igazán tudok örülni, úgyhogy kurva élet. De meg Igen. Hatalmas közutálatnak örvendő középiskolai osztályfőnököm kedvenc szólását idézzem így mulat egy magyar úr. Igen, igen. Én erre szoktam mondani, hogy háborúban nincs vasárnap, addig nincs megállás, amíg nem lesz százszázalékos a fogsor. 100 százalékos. az is igaz. Az is igaz. Utána én a fogszabályzás. Ja. Úgyhogy ez volt, aztán megjött a hollandoktól egy újabb, egy újabb performancia upgrade a fedhead Ez, most nagyon telt D és egyéb mély hangokat eredményez nálam, csodálatos, a kvalitásait nem tudom eléggé kihangsúlyozni. Aztán, mi, hát ma volt egy ilyen rohanós challenge, egy ilyen uh, gumicsere, dobjuk ki a két szartéli gumit, uh, és aztán olajcsere, és aztán könyvelő, aztán haza, aztán posta, turnén volt, és, és ö, utána egy picit ja, igen, 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 meg tegnap előtt bevásároltam, és vettem egy, ö, vettem egy új Apple TV-t, ami most nagyon jókat játszok. Tényleg olyan konzol élményem van, majdnem, mint, ö, mint hogyha egy konzolon játszanék, kurva jó. Ö, meg, meg vettem egy időjárás jelző állomást, a Ó, uh, az előbb már mondtam nektek in-private, netatmó, igen, a netatmó, és hogy ez kint is van, bent is van. Ö, azt tetszik benne nagyon egyébként, hogy bent ilyeneket mér, hogy széndiokszid szint, hogy ö, kint ö, lokalizáció alapján a pollen erősséget, a páratartalmat kint meg bent, hőmérsékletet kint meg bent, hangerőt bent, már hogy hangnyomást és mindegyikre riasztást lehet beállítani. Tehát, hogyha elhasználódott a levegő, akkor ő küldi az értesítést a telefonra, meg kis csík rohangászik a beltéri egységen. Úgyhogy jó. Ja, meg hát, hogyha okos otthonod van, mert mondjuk van egy ilyen Philips Hue lámpa szetted a lakásban, akkor ha ilyen a levegő, akkor fölkapcsolja a lámpát, és pirosan világít, vagy villog, vagy ha magas a, magas a hangerő a szobában, akkor elkezdi diszkófényekkel fényekkel a stroboszkóp hatást, és ezáltal a, a, mi az a betegség, ami a epilepsziát. epilepsziát is erősíteni, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó neten is lehet nézni, rengeteg ö, állomás van Magyarországon, és az enyém is fönn van már a térképen, nem mondom el, hol de megtalálható. Nektek majd elküldöm, hogy tudjátok mindig, hogy milyen idő van nálam. Gondolkoztál már azon, hogy esetleg ki is nézhetnél az ablakon? az csak a hát ne viccel, ne Nem viccel, viccel, már, Ne viccel. ez már! Krisztián, ez azért jó, mert mert uh, én szeretek elemezni, analizálni, görbe van, csv-be, xls-be letöltöd. Uh, kurva jó mutatja egyébként, mikor kell szellőztetni, mikor, uh, hogy változik bent a páratartalom. Ehhez tekeri a kazánját. Aj, oh, Istenem, kazán, oh, te szerencsétlen. Hmm. Szóval uh, nagyon jól mutat mindenféle paramétert, és... és uh, lehet játszani vele, hogy... Jó van, kielégítetted mit, a kütyűjét vágyadat. Erre a hétre. Jaj, 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 ja, 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 vágy. Megjött a káoszilátorom. Ja, igen, ezért fölhívott <laughs> múltkor, ezért megjött neki. És csináltam már valamit vele? Káoszilátor? Valami igen. Ó, te. Mit csinál Korg. egy káoszilátor? Korgnak fel, fel van egy... Felborgatja az entrópiát? Nem, nem. A Korgnak van egy dinamikus frázis szintetizátor. Ez a neve. Képzelj el egy ilyen zsebbe hordozható kütyűt. 8 pattern hosszúságba tudsz, 150 hangmintából, végtelen számú különböző zenei ilyen ötleteket egymásra rakni, és hogyha ez a 8 pattern neked tetszik, elmented, és utána, mit tudom is én, egy ö, zenei szerkesztőbe behívhatod, és ott tovább dolgozhatsz rajta. Jó, nagyon jó. multi looper? Igen, tehát ez egy, a Korg ezt úgy hívja, hogy zenei frázis szintetizátor. Tehát ilyen kis jegyzeteket csinálhatsz. Vannak beépített dobok, stílusok, szintetizátor hangok, effektek. Nagyon jó. Imádom. Majd a kész pályaművet, légy szíves. Jó, jó. Meg lesz akkor a betesszük. A, a, a dropboxba. És utána a show notesba. A dropboxba, igen. Jó, én meg elfelejtkeztem egy durvulásról. <laughs> Bulvár. Na. A tele volt a hétvégén állítólag, én kompletten lemaradtam róla, hogy egy család szénmonoxid mérgezést kapott, és kórházba kerültek. Na most a hét elején kiderült, hogy ez nekünk egy baráti család volt, akikkel egyébként puszi koncertre szoktunk járni ja. együtt. Is. És, 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 a Facebookról tudtam meg, hogy, hogy, már rendben vannak, és ők azok igazából, akik elszenvedték ezt a szénmonoxid mérgezést, nagyon durva. Power, a power dől. off social site. Ó, oh. Istenem. Amikor ilyet, ilyet, tudsz meg a, a Facebookról, ez hát, csodálatos, csodálatos. Ezen kívül lettem fordulatot a héten. Hát ez, 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 még csodálatosabb. Azt én is, azt én is, azt én is jut eszembe. Én is. is. Nem annyira lélekemelő, mint megtudni, hogy a barátaid és gyerekeik nem haltak meg a hétvégén. Ezt De azért off. elég kellemes fagylaltózni is. Na kezdjük a témákat, mert hogy most, most egy tematikus adásunk van, ugye? Ez a, ez a május 20 előtti, ez a Season Last epizód van. Ismeretterjesztő felzárkóztató szekció. Aki eddig csukott füllel és szemmel járt a világunkban, avagy aki ahogy az előző adásban is mondottad volt, van olyan ismerősöd, aki gondolkozik, hogy váltana az elektromos cigarettára, annak most bizony tényleg bele kell már húznia, mert hiszen most van hetedike, amikor ez az adás kikerül, ergo már csak egy kicsivel több, mint egy hónapja van, hogyha esetleg nem Magyarországról, nem boltból venne, akkor ez az egy hónap határeset ahhoz, hogy megérkezzen rendben a dolog, és ne legyen még belőle gondja. Úgyhogy összeállítottuk most ezt a tematikus adást, szenteljük a modoknak, és, és egy picit kikacsingatunk talán a, a kazánokra is, hogy mik azok a kazánok, amik értelmesek lehetnek egy ilyen long-term felhasználásra, tehát nem az, hogy 10 másodperc után megunjuk, most ez képletes volt a 10 másodperc, tehát hogy egy hét után már nem használjuk, és csak áll az asztalon porfogónak. Úgyhogy összeszedtünk olyan linkeket, amiket már amúgy is megtalálhattok mondjuk az elcigitesztek.hu-n, mert hiszen ott összeállítottunk egy nagyon bő, nagyon tág, szerteágazó tudásbázist, de ö, aki esetleg még nem tudja, mert nem elektromos cigarettázik, annak rögtön ajánlanám figyelmébe a vásárlás előtti kérdéseket. Ezek azok a kérdések, amik mindig ö, mindig megfogalmazódnak azokban az emberekben, akik gondolkoznak azon, hogy váltanak az elektromos cigarettára, hogy azok a tipikus kérdések, hogy, Ilyen erőset szívtam, mit szívjak, honnan tudom beszerezni, és a többi, és a többi olcsóbb, -e, mint a dohányzás. Amit ugye az előző adásban megbeszéltünk, hogy vannak olyan helyek, ahol kimerik jelenteni, hogy drágább, mint a hagyományos cigarettázás, de ez marketing hülyeség, úgyhogy nem, nem igaz. Ebben a bejegyzésben konkrét kérdések, konkrét válaszok vannak. Tehát, hogy most, mit tudom is én, kék multitszívok, ilyesmi ízű ecigi folyadékot keresek, és erre jön a válasz, hogy el kell, hogy keserítselek, nem fogsz találni, és a többi, és a többi, tehát ez a, a most váltáson gondolkozóknak egy nagyon jó kiinduló pont lehet. És akkor a következővel jöjjön valaki más, hogy addig ihassak. Egészségedre, Charlie. Köszi, akkor folytatom, és tudjátok, hogy ti lesztek a következők. következő az a mi az a mod készülék, ugye, mert én is álltam, mint, mint majdnem mondtam, hogy szűz fiú hol állt így. Néztem, mint hal a ez így, ez így már kicsit rádióbarátabb megfogalmazás mikor megismerkedtem ugye azzal, hogy el cigaretta, és hogy mit kéne nekem ahhoz vásárolnom, hogy hogy tudjam ezt élvezni, és szembe jött velem ez a szó, hogy modkészülék? Nem mód. Nem mód, nem mód. Mód. Mod, mod készülik, mint, mint uh, modification. És, uh, és ott szépen uh, végig taglaljuk ebben, hogy honnan indult ez az egész. És már nem is említjük a cigaretta formájú készülékeket, mert hiszen annak a legfőbb hátrányát a kismérettel járó akukapacitást küszöbölte ki ez a fajta készülék, ahol már már mondjuk egy, egy 18-650-es ipari cella, például ö, az, ami az energiát ö, biztosítja számunkra nagyobb komolyabb, tovább bírja. Persze ebből is van barkács, meg, meg mit tudom is én, mindenféle kis szériás kézműves, vagy nem kis szériás, de nagyon drága, tehát mindenki meg tudja találni ott is majd a pénztárcájának megfelelőt, indulva mondjuk a, a kuzitól, akár, akár egy, egy Golden greek vagy egy egy Gepetto ig tehát mondjuk azt, hogy induljunk a 15 000-től és ö, legyen a vége mondjuk 2500 dollár. Persze van tömegcikk, de ezekre nem mennénk rá igazán, hiszen most az a célja ennek az adásnak, hogy olyan készülékekkel ismerkedjenek meg azok, akik még nem ismerik esetleg, amit majd, mit tudom is, én, egy év múlva, vagy másfél év múlva, vagy két év múlva is tudnak használni. Én azt mondom, hogy az egókat és ö, ezeket a Ezeket a majdnem cigaretta méretű, egy picit nagyobb ö, gyűjtő nevén, ugye a csatlakozójuk miatt EGO készülékeket, ezeket hagyjuk ki a, a sorból. Ö, az... Azért gyújtsunk némi világosságot. Tehát, <coughs> ugye a Charlie azért mondja, hogy hagyjuk ki ezeket a készülékeket, keket, Na, majd csak megtanulok beszélni, mert nagyjából ezeknek az akkumulátoroknak a töltés-merítési ciklusuk az olyan 300 ciklus. Jó mondom, Charlie? Igen, és hogyha azt alapul veszed, amit most mondani akarsz, akkor az, az még egy év se. Még egy év sincs. Feltételezve, Ráadásul hogy... a kis készülékeket sűrűbben töltöd. Igen. Tehát ott a 300 ciklust pár hónap alatt el lehet érni. Igen, szerintem ez egy olyan olyan belépő szint lehet tett eddig, volt alternatíva eddig, amikor nem tudta az ember eldönteni ö, még mondjuk négy-öt évvel ezelőtt, hogy ö, kell -e ez nekem, ez az elektromos cigi vagy sem, de azóta annyi tudást passzíroztunk mindenki fejébe, hogy hát ö, gyakorlatilag ezt a lépcsőfokot ki lehet hagyni, mert mindenképpen sokkal jobb az e véleményünk szerint, és ö, ez egy ilyen bekacsingatás volt még annó csak a, az elektromos cigaretta bugyraiba, de hát azóta véleményem szerint idejét múlta a dolog. Hát a másik, ami ezzel kapcsolatos, hogy ezek a kisebb eszközök jellemzően átmeneti eszközök szoktak lenni, amíg el nem dől az ember fejében, hogy tényleg megmarad mellette, működik, stb. és általában utána tovább halad az ember egy, egy módkészülék felé, legyen az kisebb vagy nagyobb, és tekintettel arra, ami május 20-a után vár ránk, szerintem a legpraktikusabb ezt a köztes lépcsőt kihagyni, mert 20-a után a feneset tudja, hogy lesz-e lehetősége az embernek, hogy meglépje a tovább lépést, úgyhogy egyből két tenyérrel kell belecsapni a jóba most. Igen. Azért én hagyd mondjak egy jó szót a cigaretta formájú készülékek mellett. Olyankor nagyon jó jöhet, hogyha mit tudom is én, ilyen stílt vépelésre van szükség, vagy csak az akó belső zsebbe. Tehát én nem hagynám ki egyébként az otthoni készletből, mindig van egy ilyen kis készülék nálam, ilyen templomba járós, az pont azt tudja, hogyha azzal slukkol a kettőt, a kutya nem veszi észre, hogy szívtam. Na jó, akkor fogalmazzunk úgy, hogy ha van egy normális készüléked, akkor bekapnak, nekem is volt a munkahelyen, hogyha, mert a világtörténelemben már előfordult ilyen, hogy lemerül az egyik, otthon hagyom az egyiket, vagy bármi, vagy akármi, akkor legyen valami, Amihez hozzányúl az ember, és az nem a nemi szerve, és nem a hagyományos cigaretta. Erre nagyon jó. Tehát, hogyha én azt ö, használtam azt a készüléket mondjuk fél év alatt kétszer a munkahelyen, akkor, ö, akkor körülbelül, körülbelül fedi a valóságot, de igen, ö, erre jó. Ö, tudnék erre mást mondani, ami jó, még mostanában és új, de, de ne kalandozzunk el ennyire a, a témától. Esetleg Akkor majd... Akkor én átfogalmaznám, bocsánat. Igen. Hogy fókuszálni új készülék beszerzése esetén a hosszú távon megbízható készülékre kell, aki teheti mellette még nyugodtan eljátszadozhat ezekkel a kisebb kiegészítő kényelmi extra funkciókat ellátó kisebb jószágokkal, de tekintettel arra, hogy milyen idők várnak ránk, a, az időtállóság a, az igazi szempont most. És, és azt se felejtsük el, hogy hát eddig, háttal nem kezdünk mondatot, meg középen se nagyon, hogy eddig... Hátúszó világbajnokság. Úgy igen, úgy igen. Szóval eddig azért nem volt soha nagyon említve, hogy hát, na, már megint hogy ezek, ezek ilyen ne hátul, Temporális modok, én inkább már így fogalmaznék, mert hogy eddig tényleg az volt, hogy ha elromlott, lemerült, elfáradt, bármi, leraktad a megfelelő helyen, természetesen a, a használtelem gyűjtőkonténerben, és aztán vettél egy másikat. De a fene tudja, hogy mi következik majd május 20, vagy január 1, vagy ki tudja, hogy mikor után. Tehát arra kell most, és az elején emelném ezt a mondatot ki, pirossal, háromszor alá húzva, hogy olyan készülékeket kell beszerezni, kell nagybetűvel, ami, amihez tulajdonképpen már más készüléket nézem, most nem kell. Illetve ha kell, akkor azt be tudom szerezni akármikor, mert hiszen a 18650-es, vagy a 16650-es, vagy a 16340, vagy akármilyen méretkódú cellát meg fogja tudni az ember venni két év múlva is, hiszen hála a jó Istennek nem csak elektromos cigaretta üzemel ilyen akkumulátorokkal, hanem zseblámpa, hanem mit tudom is én, elektromos öngyújtó, vagy a tök tudja, hogy még micsoda. Videókamera. Videókamera. Nagyon sok minden üzemel ezzel. Lézerkard. Na, hogy a fény, nem lézer, fénykard. Hogy ilyeneket már ne is említsünk, tehát ezt nem fogják tudni betiltani, mert hisz ez csak egy rohadt akkumulátor. Ezt bármikor be fogja tudni az ember itthon is, külföldön is szerezni. Úgyhogy ő, erre biztatunk mindenkit, hogy ilyen készüléket vegyen, ami külső akkumulátorral üzemel, illetve eltávolítható az akkumulátora, illetve ha nem eltávolítható, akkor, akkor könnyű pótolni, vagy, vagy, vagy cserélni, tehát forrasztással maximum. Ugye, mert vannak olyan készülékek is. Na, de hogyha már így a módkészülékeket kicsit kibeszéltük, hogy, hogy mi az, amit érdemes ott szem előtt tartani, akkor én azt javaslom, Hogyha sikerült a regisztráció folyamatán átlépnie Krisztiánnak, akkor talán ő lenne a legmegfelelőbb személy, aki ismertethetné a mechanikus modok családját. Én ott vagyok és nézem, mert mint kiderült volt felhasználom, csak a jelszavamra nem emlékeztem már, de megoldottam a problémát, de most olvasom ezt az eposzt a mechanikus modokról, csárlést, és te így a tudományos téma megközelítés olyan magaslataiba repültél föl, hogy csak pislogok. Én kérek elnézést egyébként, ha megnézed alul, ezt uh, Matyi írta. Akkor Matyi. Na, de lényeg a lényegben, hogyha de hát ezt nem mondhatok már minden már mondjál valamit te is róla, hogy te miért választottál mondjuk Mehamodot például. Én azért választottam Mehamodot, mielőtt modra váltottam volna a kis EGO kaliberű készülékemről annak idején. Nagyon sokáig lamentáltam, hogy meha legyen, vagy valami vari voltos vattos készülék, és Claire Wolja Landorral beszélgettünk az akkor még létező, elmorzsolok most egy könycseppet a szemem sarkában, kertemben, hogy neki mi a véleménye erről lévén, akkor ő már réges-régen a modok vizére vezet, és ő azt mondta, hogy ő, neki az volt a tapasztalata ezzel, hogy veszel egy varivattos készüléket, vagy egy varivoltos készüléket, mert akkoriban még a varivattosak nem voltak annyira elterjedtek, és tök jól elszórakozol velük néhány napig, és állítgatod, aztán beállítod magadnak a megfelelő teljesítményt, és többet a büdös életbe hozzá nem nyúlsz. Úgyhogy ő, ő ezzel a az útra valóval indította engem a választás útján. Azért és hozzátehetem, hogy szerintem még mit mondott Andor? Na, mond. azért jó, azért ha mondott, mert az geci jó. Ezt akartam én is mondani. <gül> <gül> sem megerősíteni, sem, sem cáfolni, nem, nem elhangzott-e így ebben a formában. Minden esetre elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy akkor én kipróbálok egy mehamodot, mert így is úgy is. Tehát nagyon bíbelődni nem akartam én ezzel, hogy most akkor tökülészek, hogy följebb csavarom, lejjebb csavarom, meg ilyenek, és aztán kiderült, hogy jó döntés volt, bevált, megtanultam tekerni, és utána igazándiból egyszer nem hiányzott, hogy, hogy nagyon állítgatnom kellene a készüléken, úgyhogy nekem speciál tökre beváltak a mehamodok és elpusztítatatlan ráadásul, tehát soha Igen. nem kell attól nem hogy az elektronikába valami forrasztás vagy félvezető beadja a kulcsot. Én annak idején, amikor mehára váltottam, <coughs> akkor az elsődleges szempontom az volt, hogy ez összes, tehát amíg akkor létezett uh, láva, uh, mit tudom is én, a Joy volt uh, ilyen evik, nem tudom én, ezek mind tönkre mentek a zsebembe. Tehát ez egy hosszú cső, a végére ültetett elektronikával, lehet, hogy egy provári nem produkálta volna ezt, de egyébként az összes vagy letört, vagy kifordult a vége, szóval nem voltak egy stabil készülékek. És amikor módra váltottam, mechanikusra, onnantól kezdve volt egy biztos és fixen működő pont a kezembe, akkumulátort kellett benne cserélni. Ráadásul nekem az a tapasztalatom vele, hogy a, a, egy jó cella egy mechanikus módban sokkal tovább fejleszti a gőzt, mint egy szabályozós elektronikusba. Ugye az valahol egyszer csak lehatárol. 08-as tekeréseket használtam, és én akár 2,4 voltig, is megtérdeltettem a cellát, és még mindig adott gőzt. Kell hozzá egy jó töltő, meg jó cellák, szerintem ezer év, meg egy nap. Hát azt azért tegyük hozzá, hogy az, az, ne, az, az nem egészséges, amit te csináltál az aksikkal, tehát ez a kettő... Figyelj, bírták. Nekem nem volt uh, ilyen problémám vele. Akkor elmondom én az észrevételeimet és véleményemet. Krisztián <coughs> nagyon ö, jól elmondta, meg te is, hogy hogy ez arra jó, tényleg örök élet meg egy nap. Viszont az, aki gondolkozik azon, hogy, hogy mit vegyen, vagy hogy vegyen, vagy mit választom, még egy pár ö, szempontot azért fölsorolnék nekik, és át is tudok ezzel kötni a, az elektronikával rendelkező készülékekhez, hiszen az elején az volt, hogy, és ugye ezt mondtuk, hogy mindenképp legyen egy elpusztíthatatlan mehád, örök élet, meg egy nap, és csak cella, és a többi, és a többi, amit ti is mondtatok, viszont nem szabad elhagynunk azt sem, hogy bizony ezeknél a készülékeknél sokkal jobban kell figyelni ómtörvényére, és a kazánod állapotára, hiszen itt semmi nincs, ami gondolkozik helyetted, és a gondolkozik helyetted zárójelben az elektronika, hiszen ha rövid zárad van, az akkor is ö, izzítani fog. Elkismeretesen izzít tovább. Igen. Így van. Én, is, én is dobtam már ki a zsebemből, mehamodott, mert olyan silány volt alul a zsebzár, hogy a sétálás közben az szépen a menet visszatekeredett, és csak azt éreztem, hogy kurva meleg, kidobt, meg se tudtam tartani, kidobtam a zsebemből, és hagytam a füvön, hogy kihűljön. Szóval ez nem olyan megengedő az emberrel, és ezért nem is biztos, hogy én egy kezdőnek azt mondanám, hogy barátom, ilyet vegyél, mert, mert ez örök élet meg egy nap, mert valóban így van, de, de na, hát figyelni kell rá azért. A másik szempont pedig, hogy vannak azok, akik, igen, tehát itt, itt a, a mehamod, nem a mehamod szűkíti le a te, a te munkatartományodat, hogy így mondjam, a gőzölési tartományodat, hanem a cellád. És ha a cellád szar vagy öreg, tehát magas a belső ellenállása, meg még mondjuk a modod sem az a az a túl fényes, vagy ka, a fényest azt nem úgy értem, hogy fényes, hanem hogy nagyobb a, nagy a belső ellenállása, mint, mint azt ö, megszokta az ember, vagy mint az a, a, a nagy átlagé, vagy nincsen karban tartva az érintkező felülete. Ezáltal nő a belső ellenállása, meg még ehhez hozzáadódik a cellának is a belső ellenállása. Elvész a teljesítmény félúton. Igen, illetve nagyobbat térdel az aksi, illetve azt veszi észre az ember, hogy melegszik a meneteknél például, és, és nem úgy működik, mint, mint annó. Nem is, most nem keverem bele a varivattot. Tehát itt ez a cellád 4-2-nél belerakod, már egy 4,2 voltnál, aztán mondjuk meríted, nem merítsed úgy, mint fifika, csak három voltig mondjuk, ki lehet számolni, a matekkal is, hogy 4-2-nél és háromnál nem ugyanazt a teljesítményt fogja leadni, nem lineáris, nem egy, egy vízszintes vonalat kell elképzelni, hogy az elejétől a végéig ugyanaz a gőzmennyiség is, és ezáltal íz jut az emberhez, hanem a végén szépen tompul. Ugye, Krisztián, te is meg tudod erősíteni. Pontosan. Tehát onnan tudja mindenki, hogy aksit kell cserélni, hogy kevés a gőz, vagy tovább kell szívni, hogy ugyanazt, a, ugyanazt az élményt kapja az ember, mert hát hiszen tovább fűti, mert már szegényként már le van merülve az aksi. Ezt kompenzálta, és akkor át is kötnék a, az elektronikával rendelkező cuccokhoz, ezt kompenzálta a megjelenő vari volt készülék család, ahol már elektronika is volt, és ott az első pillanattól az utolsó pillanatig mindig a beállított feszültség névlegesen, ugye mindig, hát készüléke és elektronikája válogatta, de a, a normálisabb készülékeknél ez valóban így volt, az elejétől a végéig ugyanazt a teljesítményt adta le. És ott még egy kicsit matekozni kellett, mert hát, mert hát mert a feszültséget állítgatta az ember is, és mondjuk egy porlasztófej cserénél ott utána kellett számolgatni. Viszont megmentette az embert attól, hogy véletlen rövidzárat izzítson, vagy vagy bármi más, ami a nem odafigyeléséből adódik, hogy túlmerítse a cellát mondjuk, mert ezek a készülékek megmondták még annó a hőskorba, hogy mondjuk mennyi volt a lávának, Fifika? 1,2 vagy 1,3 tizedón volt az alja? Uh, Egy-kettő egy tehát az alá nem tudott az ember tekerni. Vagy benne volt a, ez a, hogy mondjam, elektronikus zsebzár, de nem az volt, hanem a véletlen izzítás, az 10 másodperc után, 10 másodperc az, perc az vége volt, annyi az. volt, tehát ö, ott már azért ezt a hülye faktort megpróbálták, ö, vagy a nem odafigyelést. 12 watt maximális. Igen, Igen, hallod, de ezt mondhatod a 12 wattot olyanoknak, akik most már ilyen 200 wattokon szocializálódnak. Igen, régen ilyen volt, 1,2 ohm, meg 12 watt, sőt, két és fél amper áramkorlát például. Úgyhogy akkor jöttek... És hogy örültünk, hogy kijött a három amperes Ó, férzi? hallod? Oda-vissza. Hát ez, ez a világ csúcsa. Mi kellhet még örök élet meg egy nap? Szóval ezek, ezek jöttek, és aztán, aztán egy új generáció is belépett, ami meg aztán még kényelmesebbé tette az embert, hiszen most már arra sincs szükségetek, hogy, hogy feszültséget állítgassatok, meg számolgassatok, hanem egyszer kiátszátok, hogy nektek a nyolc és fél jó, nekem 8 nyolc és fél volt jó a Zmax, oda beállítottam, kazán cseréltem, ugyanolyan jó volt az 1,8 óm, a 2,4 om a 2,6 óm, és el az, amit Krisztián mondott, egyszer beállítottad, és aztán el lehetett felejteni. Viszont megadta azt az élményt az elfelejtés után is, hogy permanensen mindig azt a gőzmennyiséget, azt a teljesítményt tolta ki. Ha nem tolta ki, akkor vége volt, és aksi csere. Tehát ilyen szempontból igen, unalmas volt a készülék, viszont unalmasan egyszerű volt használni, és unalmasan mindig ugyanazt tolta ki, míg Krisztián, te is biztos szaladtál be olyanba mondjuk, hogy legalábbis mi kezdő voltál, hogy megtekerted a mehádat, és mondjuk izzítottál, és ez itt jó lesz, csak mondjuk abban nem gondoltál bele, hogy egy merült aksira méreteszted a tekerést, és aztán beleraktál egy, egy zsírú jaksit, 4,2 voltra töltve, és aztán ott meg pirított, mint az istennyila. Túl gyakran ez nem fordult elő, mert viszonylag pár hónap leforgása alatt megtanultam olyat tekerni, ami jó. Ja, csak mondom, tehát a túl gyakran nem fordult elő, de benne hogy van, hogy igen, előfordult. A másik pedig, hogy nem használtál sok fajta meha mehamodot sem például, nem tudom, hogy mennyit használtál, de Gergővel nagyon sokat kipróbáltunk, és még olyanokat, de nem hülyeség most, amit mondok, hogy éreztük, hogy szarú meg ilyen menettel, meg a másik ott volt, hogy egy, egy részcső, ami kurva hamar eloxidálódik kívülről, meg, meg tényleg ronda lesz, a neked is volt. Oh, hogy, hogy az milyen borzasztó ronda tud lenni kívül, és mennyit kell foglalkozni vele, tényleg, hát azt, azt lehetett három naponta ö, oxidmentesíteni, de, de az meg aztán olyan volt, hogy ugyanaz az aksi, ugyanaz a tekerés, egy részmódra rátéve, és tényleg érezted, hogy erősebben pirít. Jobb volt az ellenállás, tehát kisebb volt a, az ellenállása, az eredője magának a készüléknek, meg az aksinak együtt, és ezáltal nem ott, tehát a veszteség kevesebb volt, és ment a kazára a delej. És több delej jutott ezáltal a kazára. Tehát ott is nagyon-nagyon-nagyon szétágazott a dolog, hogy most milyen készüléked van, ilyen, ilyen litegős, lötyögős, zörgős szírszar, amit Kínából rendeltél, vagy egy gyönyörűen megmunkált, szép menetekkel karbantartott készülék. És akkor, és akkor gyakorlatilag ezért volt az, hogy, hogy, hogy ennyire szerte ágazott, hogy, hogy, meha, vari volt, vari vatt, és még a tempkontrollról nem is beszéltünk. Ö, Charlie, még, még egy dologról nem beszéltünk, hogy ez most már azért nem fordul elő, de hogy annak idején ugye kétféle szabályozós készülék volt. Az egyik az a DCDC dc konverter. A másik meg a PWM. A másik a PWM. És én ezt nem akartam először elhinni, de iszonyatos különbség van a két készülék ízvisszadása között ugyanazon a kazánon. Ö aki nem tudja, de most nagyon nem menjünk bele, a, a PVM az az, az pulzus megszakításokkal éri el ugyanazt, mint a hasonlót, mint a DCDC. -DC. Az egyiknél, a DCDC-nél a feszültség szintet állítod, a PVM-nél pedig mindig ugyanaz a feszültség jön ki, csak az a kitöltési tényező, ami megszaggatja azt az állandó feszültséget, az az így vékonyabb ez a szaggatás, vagy vastagabb a szaggatás. És ebből Idomul. Tessék? Idomul. igen, és ebből lehetett hallani egyébként, a PVM-nek a tipikus 33 Hz körüli szaggatását mondjuk a z és ez volt a tipikus csörgés vagy kobrázás. Ez... Így csinálta a készülék. Most nem mondanám, hogy az egyik jobb, mint a másik. Vannak olyan készülékek, amik lefele még mindig PVM-mel szabályoznak, és fölfele csak DCDC-vel. Hát ez már tényleg nagyon belemegy a dolgokba, hogyha valaki ilyenen gondolkozik, úgy is utána kell, hogy olvasson a, a játékoknak, és még mindig ott van a, a legújabb. És akkor még szót sem említettünk egyébként a, a tempkontrollos készülékekről, ami már a azt mondom, hogy a legutolsó ö, nagy generáció, vagy nagy lépcsőfok volt, ahol a lustaságnak már egy olyan szintjét próbáljuk megelérni, hogy már azt se kelljen figyelnünk, hogy mondjuk a dripkazánunkból kifogy a likvid, mert figyel helyettünk rá, és a, annak a speciális húzalnak a, az ellenállás változásából ő kitalálja, hogy hogy annyira melegszik, és hogy annyira változik az ellenállás, hogy ez kiszárad biztos úgy, hogy nem izzítok rá, ezáltal a vattám tovább írja, nincsen dry hit, és a többi, és a többi, de most ezek után már jönnek a, a, a taste control, meg mindenféle varázsszavak, attól függően, hogy milyen készülékgyártó, és ez megint olyan, hogy el kell dönteni, hogy az ember, hogy mondjam, mennyire lusta Krisztián? Mert a, a mod készülék... kényelmes? Igen, a modkészüléktől eljutottunk a TC-ig, és az egyiknél még, még tényleg egy, most egy kicsit egy kicsit, egy kicsit ö, sarkítok, de az egyiknél még programozó matematikusnak kellett legyél, hogy elektromos cigaretta szívja. A másiknál már gyakorlatilag csak egy kazánt kell rátekerned és tudod használni. Ki mennyire kényelmes vagy mit, mit preferál, de azt azt hozzá kell tegyük, hogy Pici különbség mindig lesz, ízben. Hát a gőz az meg olyan, hogy adja magát a tekerésnél. Egyébként majd elmondok egy sztorit, ha nem mondtam el esetleg múlt héten, ezt most fölírom ide magamnak, hogy. De azt mondtam, nem a, az esti uh, hambisnál a, a sztorit. Mikor a gyereket... esti hambisnál? Nem? Uh, Újpe, Újpest. Na, akkor ez egy kis off ide. Fölvettem a páromat valamelyik este. Újpest metró megállónál, és, és mondta, hogy akkor itt a hamburgeres együnk a gógó hami ha mi vagy mi a túrónál, és miután jó ízűen elfogyasztottam a kaját, elővettem a kocsiból a, a készülékemet, és elkezdtem szívni a, az elcigit, és mondta, bentről kiszólt a büfés, hogy ú, mit szívsz? Mondom, elektromos cigi. Szóval, jó, azt tudom, de hogy Typhoon GT, tudod, akkor egy... Jó, oké, oké, akkor tudja, miről van szó. Nem, nem, mondom, ez egy, ez egy másik, néz meg, itt van. Ú, mekkora. É, megnézte, aztán, de ez, 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 mire van tekerve, hogy akkor a gőztad? Hát mondom, semmi extra, 1,6 óm, a kóstold meg. Ú, de finom. Hát, kicsi fiú, málna. Miről beszélünk? Na, a málna díler megindult. Várjál, várjál, nem tudom, hogy hívják a gyereket, figyelj, ez tényleg jobb illatú, mint a tied, annak olyan szedetvedett szaga van. Azt mondja, jó, jó, az ilyen csoki, meg végül is, amit találtam, azt kevertem össze. De ez hogy lehet? Szegény, ott szabadkozott. Azt mondja, az enyém az 0,6 óm, és, és valami 40 watt. Hát, ez meg 12 watt, és 1,6 óm, is, de mekkora gőze, ez biztos nem kantál. Hát, mondom, el egy keserítselek 0,32. Sima, vas húzal. Úgyhogy igen, nem minden a készülék, nem minden a kazán, nem minden a tekerés, meg tudjuk, hogy én tekerni se tudok, aztán mégis ezekből az jön ki, hogy hogy az egyiknek nagyobb a gőze, vagy több az íze, vagy éget avatta. Szóval most azért csináljuk ezt a podcast részt, hogy, hogy megspóroljunk nektek egy kis Előgondolkozás. előgondolkodunk Előgondolkozás. most, igen, egy kis felfedezést, mert már nincs annyi időtök, hogy felfedezzétek négy-öt éven keresztül, mint mi. Azt mondom én egyébként, hogy aki most vág bele, annak nem feltétlenül a mechanikus modot javasolnám kezdésnek. Én azt mondanám, hogy, hogy ami, ami vigyáz rá is, meg a Családtagjaira, aki mellette áll, az mondjuk egy megbízható vari volt vagy varivat készülék. Ö, és akkor már bele is ö, csaphatunk a következő pontba, hogy milyen készülékeket ajánlunk. Várj, 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 vár. egyetlen egy dolgot kihagytunk, Charlie, ugyan egy momentum ebbe az egész történetbe, de az elektromechanikus modokról megfeledkeztünk. Melyikre gondolsz például a Scarabeusra? Például a mm -hmm. skarabeuszra. Igen, jó. Hát akkor vannak még azok a modok, amit nem feledkeztünk el, ugye, mert ott van a 9-es pont, a Do It Yourself kategória, de hogyha valaki egy olyan készüléket, az a baj, hogy ilyet nem nagyon tudsz találni a piacon, azért nem is mondtam. És ezen mindig vita van, hogy ez most meha, vagy ez elektronikus, vagy mi a szent szar. Mert vannak azok a készülékek, amiben ugye ez a borzasztóan menjünk le az ellenállással, és emellett még a teljesítményünk is menjen fölfele, és valahogy éljük is túl, a kapcsoló az nem, az nem éli túl. Tehát ezek a bazinagy gombok is, amiket látunk mindenféle dobozokon, azt nehogy azt higgye valaki, hogy azok a gombok azért nagyok, mert nagy az áramtűrésük. Ö, ezek ilyen 2 kettő, kettő fél három amper, maximum 5. Ennyit bír a gomb. Én nem az a baj, hogy tehát ez nem úgy néz ki, hogy ha több megy át rajta, akkor az újadon keresztül az agyadba megy az amper és megbasz, hanem, hanem azok a kis érintkezők, amikor közelednek egymáshoz, a gombban, és egy pici ívet húz ott a, az átfolyó áram, akkor a pici ív, az, egy, az úgy képzeljétek, egy pici hegesztés. Pak, így hegeszt egyet. És előfordulhat az, hogy az a pici hegesztés, az, az, az olyan pici, és a gomb az beragad. Összeheged a két érintkező az egyik izzításnál, és akkor jön elő az a furcsa helyzet, hogy megnyomjátok a gombot, elengeditek és izzít. Úgyhogy ö, mi, ö, aki meha moddal ilyennel találkozik, az kettő tehet gyorsan széttekeri a kapcsolót, a talpkapcsolót mondjuk. Nekem már esett össze így egyébként rugó, ott is ezt tettem. A másik, hogy, ö, hogy egy olyan készüléket vesz, amiben ö, amiben nem a gombon keresztül rohan ez az áram, át ez az áram erősség, illetve a feszültség, hanem mondjuk bármilyen, bármilyen, olyan fetes kapcsolóval rendelkezik, ami a gomb tulajdonképp ott csak egy kapcsoló lesz a fetes áramkörön, és nem rajta fog átfolyni az a, az, az akár 10-15 amper sem, hogyha esetleg úgy adódik, és erre fejlesztett Nem fejlesztették, hát voltak ezek a, ezek a fetes áramkörök. Ö, elkészítették például a Skorabeust, ami ilyen és egy picit prób, vagy magasabb minőségű, bár én már láttam abból is tönkrement készüléket. És ez az, ami majd meg lesz a videóknál, említve külön, hogy hogy ebből nagyon jó kis otthoni csináld magad készülékeket. Lehet egy pici. Hogy mondják ezt? Affinitással készíteni. De ti is elmondhatjátok ezzel kapcsolatban a tapasztalatotokat, mert tényleg már csak én beszélek már 20 perce. Hát, hát mert, mert sokat én... Gyönyör hallgatni. Mm. De egyébként igen, tehát a fetes kapcsoló egyébként nem, nem új dolog. Hát azért gondolj vissza az őskorra hogy, hogy tehát Ez nekem mindig egy ilyen rejtély, hogy Magyarországon volt egy darab gyártó, aki érintő kapcsolós mehákat forgalmazott. Szerintem kuriózum volt az egész e-cigarettapiacon, és abba is fetes kapcsoló volt már akkor. Igen. Mondjuk a szkarabeusz annyival másabb, hogy azt hiszem, ő már az alacsony cella feszültséget is jelzi. Meg a fordított polaritást. Tehát picit bolond biztosabb. M melyik? Mondjuk a, a Nem, nem, nem. Várja, várj egy picit. Az úgy van, hogy nem jelzi. Az, az azért jelzi, mert az a fet az... Az olyan, hogy fordított polaritásnál ö, zár. Vagy hát fettől függően nyit, de tök mindegy, mert fordított polaritásnál átenged, akkor így mondom. És nem azért zizeg neked a skarabeusz, mert az alapból zizegne, hanem van benne egy plusz áramkör, ami figyelmeztet arra, hogy fordítva van benne az aksi, és ha fordítva rakod bele, akkor az olyan, mint a ford folyamatosan nyomva lenne a gomb, és izzít a kazán, ezért egy kis, még egy plusz bolond biztos áramkör, ami azt figyeli, hogy hogy raktad be az aksit, és akkor ö, ö, megrezget egy kis rezgőmotort a, az elektronikán. Tehát ö, ez, hogy mondjam, ez most viszont úgy van, hogy hogy ez nem feature, hanem bug, illetve hát nem bug, hanem feature, mert hát a fetnek, ez a tulajdonsága. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. Ö, nem figyelmeztetne semmi egyébként rá, ezért van ez, de ki lehet próbálni. Próbált ki a sajátodat, rátekered, és, és folyamatosan izzít a, a kazán. Jó, de a vibramotor megy. Igen, de az azért megy, mert van egy elektronika benne, ami figyeli a polaritást. Tehát az, az, az nem azért van, mert, mert, mit tudom is, ha fordítva raknád be, akkor rezegne. Hanem, hanem figyelmeztet az a, a vártól eltérő működésre. Na, de én ki is szállok akkor ebből a, a vonalból, hogyha valami van még ezzel kapcsolatban, akkor mondjátok nyugodtan. Én vari volthoz szerettem volna elmondani azt, hogy Kingánál láttam azt a hatalmas előnyét a vari készüléknek, hogyha valaki olyan kazánt használt, amiben nem felújíthatós kazán, hanem mit tudom én, egy kanger akármi, amiben csak a fejet cseréled rendszeresen. Nagyon sokszor előfordult az, hogy éppen az ember kedvenc boltjában az adott héten az 1.8-as single coil fej, fej éppen nem volt kapható, lehetett helyette 2.4-es kapni, vagy 1.5-öst, ilyesmi. Tehát azért előfordulhatott, hogy hétről hétre változik, hogy milyen fajta, milyen ellenállású, milyen karakterisztikájú kazán Fejet kell ugyanabba a kazámba beletenni. Na, és itt a, a varivat, varivolt nagyon-nagyon jó jött, hogy utána lehetett állítani ennek a nem szándékos változásnak a készüléket. Illetve, hogy a, a, a varivatnál gyakorlatilag, ha be volt állítva a teljesítmény, akkor. Ott nagyon se állítani se muni. kellett, igen. igen. Persze, ez feltételezi azt, hogy vannak boltok és van árukészlet és van minek variálódni a hétről hétre, úgyhogy lehet, hogy ez a probléma megszűnik május 20-a után úgy, ahogy van, akkor ez már nem lesz akkora előny. De egyébként, amit mondtál, teljesen egyetértek ö, azzal, hogy most kezdő hosszú távra inkább varival, voltos varivattos készülékre ruházzon be, mint egy mehára. Igen, igen. Na de akkor térjünk rá. Barátságosabb az ismerkedés szempontjából a felhasználóval. Igen, megbocsátóbb, odafigyelőbb és gondoskodóbb, hogy ilyen humán szavakat is bedobjunk. Na de akkor ti mit ajánlanátok? De most konkrétan menjünk rá a termékekre, hogy, hogyha valaki csak tényleg rá akar keresni, hogy mi az, ami nekünk bevált. Mondjuk használt, mert ö, én, én vallom, hogy ö, ami nekem nem jó, mert meguntam, az másnak még lehet nagyon jó egyébként. És ö, magamból kiindulva én nagyon vigyázok a dolgaimra, azoknak semmi. Ö, gondjuk, funkcionális problémájuk nincs, mert hát hisz akkor el se adnám, mert azért annyira nem vagyok pondró, hogy szart adjak el másnak. Tehát, hogyha valaki mondjuk használt bőrzén néz ilyet ecigi piac téren, akkor ha ilyenbe belefut, akkor nagyon nem nyúlhat mellé. Ilyeneket vegyünk akkor számba most. Én két készüléket nem adok el. Az egyik az a Kuzi. Next. A másik az meg a Provari. Hát ez a kettő, ami szerintem örök. örök. Élet lesz. Ezt úgy mondják, hogy örök, mint a nyomor. Örök. Igen, igen. Tám. Nem használom őket, de nem fogom elajándékozni, nem fogom eladni. Az nem kér kenyeret, bármikor előveszem, működik, kész, ennyi. Igen, 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 igen. Krisztián? Hát és helyzetben vagyok, mert mert ugye egyrészt az jól ismert, hogy én viszonylag márkahű vagyok, és mióta megtaláltam a nekem való készüléket, azóta nem nagyon kalandoztam tovább, meg használtam sem, nagyon szoktam készüléket venni, de használtan én varivoltos készüléket szinte biztos, hogy nem vennék, mert egyrészt nem mindenki olyan lelkismeretes, hogy csak szuper jó minőségű dolgokat adjon el, másrészt május 20-ától a garancia, mint olyan, az megszűnik létezni a boltokkal együtt, amennyiben megszűnnek, így hiába van még garancia, ne hogy Isten az adott készülékre, ez nagyon, nagyon necces, hogy lehet-e érvényesíteni egyáltalán. Úgyhogy használtan én mehamodot vennék, abból is nem meglepő módon per pelszóval. Ha éppen lehet kapni, de hát ez ez piros betűs napokon néha. Ne felejtsük el, hogy a századik podcast találkozón is egy komplet perzó, komplet kuzinext szettel oda lett ítélve valakinek. Hazdát cserélt valaki, megnyerte Igen. Igen. Én És is csak biztos, én az el, ja, bocsánat, a, a az elmúlt évek alatt egyetlen egyszer nem kellett, hogy csalódjak a, a, a kúzi készülékekben, abszolút tökéletes társagőzben. Én azt mondom, hogy mehában, igen, én is ezt ezt a kettőt írtam föl egyébként az ajánlottakhoz használtan, mert pont ezt akartam mondani, mint te, hogy az elekt elektronikás készülékeknél ott már azért jobban megnézném, hogy miben nyúlok bele használtan, de ugyanúgy, ahogy én eladtam mondjuk az egyik provarimat használtan, de hát az a használtan azt jelentette, hogy srácok, a lakásból nem ment ki. Tehát figyeltem, vigyáztam rá, karban tartottam, de valóban egy kúzival ö... és azt mondom, hogy nem is kell a next, még az első széria is Bőven jó lehet. A, Itt figyel, a Megatron. Talp, a talpkapcsolója kicsit más, kicsit jobban kell szokni, meg kicsit néha kitekeredik, de ettől függetlenül pont kurva jó. A másik pedig a, a pelzó, nem a komplet szett, a drip kazán, így nevesítve, hogy drip kazán. Az olyan egyszerű tényleg, mint a faék, és ezzel nem leminősítem, hanem, hanem csak. Ez mond. Pozitívuma igen. Igen. Tehát na, mi romlana el benne, hiszen nincsen benne kis ö, for, forgó, turbó anyám kínja lapát például. Na de hogyha tovább megyünk például az ajánlott modokra újonnan, akkor azért már jóval szélesebb a látómezőnkbe kerülő ö, készülékek tárháza, és köpködjetek meg, vagy nevezzetek sznobnak, vagy a tököm tudja minek, Püh. vagy új gazdag köcsögnek. Én amellett teszem le a voksom, hogy hogy a minőséget egy meg kell fizetni, szart nem veszünk. A listámban elsőként írtam föl, ez volt az első drága készülékem, és így írtam föl a listába, hogy provari bármelyik. A provari bármelyikre úgy értsétek, hogy akár még az első szériát is ott a gombbal voltak problémák, de a kettő, a kettő fél, a klasszik, a három, a Radius hiba nem lesz bennük. És, ami meglepett, hogy olyan piszok mód lenyomták az árukat, hogy, és azt múltkor megnéztem, és beszéltünk róla, én azt nem láttam rosszul, Krisztián, le volt akciózva azon a napon a, a Provari klasszik, és nem csak úgy a klasszik, hogy a, nem a klasszik, bocsánat, a kettő fél. Kettő fél. A kettő fél úgy beszél, le volt akciózva, hogy igen, az keresem az emlékeket a fejembe, de nem találom. Vol, volt, abban, volt abban shiny, volt abban zombie edition, volt abban fekete, polírozott anyám kínja. Satszolj, mennyi volt? Ze, a, az külön kategória, de mindjárt arra is kitérünk. Tudod, mennyi volt akciósan a kettő? 100 dollár. Hülye vagy. 35 dollár. Krisztián. He? És ha most fölmész, ne. fölmész a provépre, 75 dollár. 75. Szóval, na. Sajnos Kín... maradtam le. Sajnos Kína nekik is betett, de ezt néztük pont fifikával, hogy a zenkót provári, ami azért zenkót, mert ott aranybevonat meg az anyám kínja, az is száz dollár alatt. Tehát erre azt mondom, hogy gyerekek, ha még a vámot is kifizettetik veletek, nem jártok rosszul egy ilyen készülékkel, nem tudtok rosszul járni. Bele lehet persze ott is csapni a lecsóba, hogy, hogy titánium, meg van ez a valamilyen katonai edition feketében, meg kijött az új, de a, a legdurvább is 200 dollár. Most a 200, az már bele se menjünk. Vegyem egy alap készüléket akár zombi editionben, hogy ráfűzzünk a Walking Deadre, és ott van 80 plusz shipping-ér, mondjuk, mondjuk. A következő, ami nekem a palettán ott van, mert ugye Ja, a Provaritól, ugye ott van, nem is mondtuk még, a leges, legújabb széria, ami már 50 wattot tud. Mondjuk egy már nem látom sok értelmét, de tudja. A, az ott van a ami amiből szintén azt tudom mondani, hogy bármelyik. Az előző széria, az újabb széria, a rugos középérintkezős, a box, ami nem box, hát ilyen tenyérbe illő marokmod, vagy a cső, Tök mindegy. Látszik az árában, hogy ez sem a 15 ezer forintos kategória, de hát ez is a build for a lifetime, tehát ez, ez olyan lesz, hogy megveszed, és aztán majd 5 év múlva nem azért akarod lecserélni, mert elromlott, hanem kéne már valami új, ilyen. Illetve hát én még fölírtam, de ez már, ez már szélesedik a... a, a a paletta, mert ide már utána nem, nem igazán termékeket írnék, hanem mondanám az iStick családot, ami a megfizethetőbb áru kategória 15-20 forint környékén, illetve az elektronikák, tehát a DNA40, a DNA200, a Jihi elektronikás csippekkel szerelt modok, ezek bizonyítottak ö, a gyerekbetegségéből, a DNA40 is kinőtt, ugye ott a nagy kijelzőnél voltak mindenféle kijelzőparák villogott, meg, meg becsíkozódott, meg az anyám kínja. 200 nál már én nem találkoztam ilyennel, de nem is olvastam róla. Úgyhogy ezek azok, amiket én újonnan ajánlani tudnék. Én azt mondom egyébként, hogy a, a pénztárca barát megoldás az szerintem az iStick család. Rengeteg iStick van a környezetemben. Én magam haszem háromat használok, így családon belül, egyszerűen elpusztíthatatlan. Bocsánat, azt azért tegyük hozzá, hogy ice is van olyan, amibe cella ö, külön rakható, és van, amibe be van építve. Tehát azért, aki, aki nem arra sem, és ezt most nem le, lesajnálva mondom, hogy a, aki nem képes arra, hogy mondjuk vagy valakit megbízzon, hogy forraszd már át ezt, amit beszereztem mondjuk az Ebay-en után gyártva, vagy akárhonnan cellát, forraszd be az én istick akkor vegyen egy olyan istick amiben cserélhető az aksi. De van ilyen, van ilyen. Tényleg, Abszolút, igen. Abszolút, van. Fifikához csatlakozni ebben a témában, nálunk a családban leginkább az istick vannak elterjedve egyetlen egy alkalmat leszámítva, ahol a cserélhető aks, és ha jól emlékszem, az az 50 wattos e, szimmetrikus kis holmi, e, ott volt egy az érintkezőnél, középérintkezőnél egy érintkezési hiba, ezt az egyet leszámítva tökéletesen működik az összes. Én egyébként azt mondanám, hogy a, a nem cserélhetőt is bátran meg lehet venni, majd egy-másfél év múlva lesz erre ember, aki aki ki tudja cserélni, de még akkor is sokkal jobban jár, mint hogyha nem vesz semmit. Én, én a 30-as szavaznék, így pénztárcailag. Amit te mondasz, Krisztián, az a két oldalról cserélhetőre gondolsz? A százas? M Melyik két oldalról cserélhető? Hát hogy két oldalt van, két 18-650-es cella. Arra gondolsz? Nem, egy, egy es Aha, aha. Szerintem az 50 wattos volt, mindjárt megnézem pontos. Befejezem a szavadat, San. Igen, igen, a gombot. Aha, aha, de mondjuk ez a százas is olyan, hogy egy is használhatod. Tehát itt már megvan ez a szabadságfaktor is, hogy úgy mondjam. De igen, az a jó, hogy az iStick az, az okosan vagy előrelátóan, nem is tudom, hogy miért, de sikerült fölépíteniük egy, egy viszonylag széles termékpalettát egészen a, a hangyapöcsnyi ö, modtól, ami pici és könnyű és minden ilyen előnyel rendelkezik, egészen a két aksis nagyobb 100 wattos modig, és ha már 100 watt szóba került, akkor, ö, akkor azért meg szeretném említeni, hogy amit a büfés srác is mondott, hogy 40 watton szívom, és nincs akkor a gőze. Én elhiszem, hogy a gőzre kell menni, mert Krisztián is azt szereti, meg én is azt szeretjük, csak azt találjuk meg, hogy mivel lehet azt előcsalogatni, nem kell ahhoz két tized óm alá menni kantállal mondjuk, és amit mondtam most, ez pont, tehát ez élő kazán itt van a kezemben, 1,6 óm, 12 watt, és a, a 200 wattos DNA 200 panelre keresztül megy a, a, a teljesítmény, illetve hát a, a, az áram, úgyhogy nem kell ezt se 200 watton hajtani. Csak most egy ilyen fellengzős képpel éljek, hogy sportautó van a kezembe, de úgy megyek vele, mint egy trabant. Mindenki, gyorsan előkaptam. Fejezd be, bocsánat. Mindenkinek ki kell kacsingatni, mert úgy is kikacsingat, hogy milyen lenne, ha egy olyan kazánt hajtanék meg vele, amit 150 watton kéne hajtani. Aztán úgy is lecsillapodik az ember. Hát én is 8 watton kezdtem. Aztán, aztán vannak nekem is itt az asztalon olyan kazánok, amihez kell a 60-70-80 watt, de, de, én szégyellem magam. Nincs olyan kazánom, amit értelmesen 100 watt fölé mennem, vagy kéne mennem, hogy meg tudjam hajtani és nem is hiányzik. De gondolom nektek sem, mert egyébként akkor nem ez lenne a, a, a podcast csatornánk, hanem a mit tudom is én Rip -tripper reinkarnációja, vagy valami hasonló. Igen, én most gyorsan kíváncsiságból előkaptam egy ilyen vad kalkulátort, mert sose vettem a fáradtságot, hogy utána járjak. Én általában ilyen 1,3 ohm környékére tekerem a, a, a pelszót, single koi-ban már egy jó ideje, és ugye egy csúrira töltött friss aksival 4,2 voltal, az 13,57 század watt, ami ebből kijön és elképzelésem nincs, hogy ennél több gőzzel mit tudnék kezdeni. Tehát elképesztő mennyiségű gőz produkál így is, azt kis tegy 13 a... és fél watton. Azt tegyük hozzá azoknak, akik a, a gőzöket vadásszák most, hogy hogy olyannal is találkoztunk már, hogy azt mondták, hogy miért ennyire adják a likvidet, mikor már sokkal nagyobb a kazánoknak a fogyasztása és nem ennyire kéne adni. Na, erre elmondom még egyszer, már nem tudom kinek, nem tudom hol és mikor mondtam, hogy attól, hogy neked ö, profán leszek. Attól, hogy neked ferrari van, bazd meg, nekem meg csak Trabantom, ugyanazt a benzint tankoljuk bele, neked is 400 forint, meg nekem is. Az, hogy neked 25 liter teszik kilométer, vagy 100 kilométerenként nekem meg 6-ot, ne haragudj, ez nem a molnak vagy bármelyik üzemanyag előállító cégnek a hibája. Tehát ö, erre is be kell rendezkedni egyébként, hogy olyan kazánokat keressen az ember, ami nem eszi le a gatyáját mondjuk egy nap alatt. Vagy hogyha valaki nem tud ö, ö, annyit költeni likvidre, akkor, akkor takarékosabb tekerés, takarékosabb kazán. Én sem duálban használom a kazánokat. Van egy-kettő, de hát most az, hogy két hetente egyszer beleszívok háromszor, az nem mérvadó, de akkor el is fogy, mit tudom is én mennyi. És akkor egy picit átfűzhetünk a kazánokra, mert az a listám. Igen, csak én még beszúrnék ja, itt bocsánat, egyet. Meg, megnéztem, a, konkrétan a 60 wattos állztik volt az a készülék, amiről én beszéltem, aha. az az egy is cserélhető, az a csapott ellipszis alapú valami. aha. aha. olyannyira jól bevált, hogy használni nem fogom, de a szűk való tekintettel én is be fogok még egyet szerezni, hogy legyen. Ha kérdezik, mondd azt, hogy van. Na, akkor egy kazánt említettünk idáig a Pelszót, de említsünk már még meg még egy párat, mert én emlékszem az utóbbi évekre visszatekintve, hogy bizony-bizony Fifikának is volt kedvenc kazánja, csak annyit oh, mondok, oh, hogy <tos> <tos> nyuszi fül, Nyuszifül. Typhoon. GS. És, és nem az és R, és meg nem az anyám. Kény. Még egyet. Még a régit? Én már még a régit? Még a régit, igen. Aha. Ja, úgyhogy úgy, ezek, ezek a jól bevált régi cuccok egyébként ö, visszanéztem egy pár régebbi videómat, és, és hogy úristen, mekkora gőze van, mondtam én, és aztán, hogy most milyen kazányaim vannak, és úristen, milyen gőze van, tehát mindig elmondhatja ezt az ember egy fél év után, egy év után, hogy az új, az ú, az, az sokkal nagyobb, ú, ez sokkal jobb, de hát ú, ez sokkal többet fogyaszt. Úgyhogy ha valaki, okay. azt, ha valaki azt látja a másiknál, hogy nagy gőze van, az bizony nem a tüdejében levő oxigéntől lesz nagy gőze, hanem bizony a végbélbe való glicerintől. Igen, szoktam mondani, hogy a fizikát nem lehet meghazudtolni, tehát a nagy gőz, az, az sok likvid. Na, de én is mondok akkor pár, pár ilyen kazánkát, ami nekem bejött. A... És most megint egy picit visszakanyarodtam egyébként, mert elkértem. Pont ezért, hogy, hogy utána jó ízűen tudom-e mondani valakinek, a Typhoon 4-et elkértem a Gergő barátomtól, nem tudom jó ízűen azt mondani senkinek. Hát ez, ez a Typhoon GT-hez képest ler. Viszont a Typhoon GT akár az egy, akár a 2, hát az R-t azt most ne soroljuk ide, mert ez tényleg ilyen, izé, ilyen futunk, a, futunk a, a hype után, de az egy, a kettő tökéletes, az is örök élet plusz egy nap. A GS2 is egyébként, tehát az is egy zsen. Várjál, de hogy abból volt GS2, meg GS2R, vagy, vagy, vagy a GS2 az már az a nagy levegős volt? mindig bajba vagyok. A az a nagy levegős. A kurva számozás, a kurva számozás, mindig ki vagyok tőle. nekem legalábbis olyan van, hogy akár drip Akár tank. Igen, 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 azaz, azaz. Ö, hogy... Ö, tehát ott van ez a Typhoon G vonal, GTGS akármi, ami nekem még dripre nagyon jó volt, és az íze is rohadt jó volt, az a Prométej. Az verhetetlen, tehát az a legjobb drip kazán. Még, az... az a, a, hú, azóta már kijött az újabb verziónak rövidebb a levegő csöve, és ezért kevesebb a puffere, az annyira nem bejövős. És ami nagy kedvencem, rengeteg-rengeteg, sőt, majdnem az összes likvid tesztet egyébként ezzel készítem, az a, az, a, az origennek vagy a, a, a drip kazánja, vagy az origennek a 16 millis, tehát a little BF, a little bottom feeder, a drip kazánja, vagy a legújabb szerzemény, az pedig a, a Tiny tank, ami egy másfél millis tank, úgy képzeld el, Fif, et hát nem láttad még, de láttad. Tehát de pont ez a GS pici finom, ö, és, és annak aki nem kóstolta, el nem tudom mondani, hogy mennyire jól visszaadja az ízeket. Sajnos a pénztárcába mélyen kell nyúlni, de de pótolja ö, utána az élvezeti értékben. Aztán mi van még ott kazán? Most itt nézelődök az asztalomon, hogy... Kajfun hogy Light. Illetve Te amit a... most rendeltél, várjál, az már, az a, már meg az a, is. A, a V3 a, az gyakorlatilag a, a Kajfun V4 gyerekbetegségeit küszöböli ki, és zseniálisan működik. Amúgy. De én a, a Sima ra is es, esküszöm, mert egy nagyon használó barát kazán. Hát azt mondhatjuk el alapértelmezésben, hogy, hogy azok a... Ö, hogy is mondjam? Tehát azok a... Az alap kazánok, ö, amik óta nincsen nagy truvány, nincsen nagy változás, és ilyen volt a Kaifun, meg ilyen volt a Typhoon, a rendszereket tekintve. Azóta is mindenki ezeket koppingatja, vagy most éppen, ami nagy divat, az a, az a... Meg nem mondom most, melyik kazánom. Nem tudom, melyik kazán. Dupla bekötési ponttal két oszlop egymás fölött vannak a bekötési pontok, de hát az már megint ez a, ez a tüdőre kapós egyből, azt nem is sorolnám ide, de ezek az alaprendszerek, egy kájfun, egy tájfun, ezekkel semmi gond az égvilágon nincs, ezért is mertük ezt mondani. Hát mondhatnám a tájfunnak a drip kazánját is. Vagy ha valakinek nincsen arra, hogy mondjam szépen, kapacitása, hogy megvegye ezeket eredetiben, akkor nézzen egy, egy jobb minőségű klónt, egy, nézzen egy ivógót mondjuk például, mert ők, ők jót csináltak már a 2.1 klónra is, és, és olyat szerezzen be akkor, vagy vegyen egyszerre többet, amiből, hogy ha valami hibás lenne, akkor, akkor be tudja legózni a másikból. Ö, és ennyi. Én két barátabb kazán tudnék még ajánlani. A, a Kaifun vonalon a Kaifun Light, a kettes szériája, egy rendkívül egyszerűen kezelhető és, és trapabíró jószágról van szó ez nekem be, túl sokat nem használom, mert nehezen engedem ki a kezemből a, perszót. de itt figyel, itt látom a szemem sarkából, hogy az, 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 nekem bejött, és ott ugye ez az ilyen 20 ezer forint közüli, körüli árkategória, nem a 40-50 behajló, de nagyon jó minőségű ország. A másik meg ugye az új kedvencem, ami már sokszor mondtam, a Dvarvká kazán, amit ugyan én magamnak a 80%-os végét tartalmú leveseimben még mindig nem sikerült belőnöm, de Kinga, aki egyensúlyleves szív, ő már egy hete az általam megtekert a használja, és tökéletesen működik. Úgyhogy most a környezetben mindenkinek azt mondjuk, hogy lőjön be magának egy ilyet. Én meg már lélekben felkészültem, hogy május 20 után a félvárosnak én fogom a kangerfejeket tekergetni. Ja, azt hittem, azt mondasz, hogy most beruháztál egy nagyobb pénzösszeget, hogy vettél kangerfej 500, kanger 500 kangerfejet vettél, és majd ezeket fogod aztán jó áron. Kangertekerő manufaktúrát fogunk indítani május 20-ától. Ez mind a kettő megfizethető kazán, nagyon jól megmunkált, szép kazán és, és trapabíróak is, úgyhogy én ezeket is tudnám még ajánlani. Pont a te nyomásodra vettem én is, és tényleg csak jókat tudok róla mondani. Csak az a racsni szép. hiányzik. Jól működik. Nincsen vele probléma. Egy dolog jutott még eszembe, amit kihagytam a készülékek közül, az a Typhoon Eye. Ami a Typhoonhoz pont passzol. És azt már itthon nem lehet újonnan venni, de, de használtan, használtan még bőven meg lehet csípni. Ez itt nem a reklám helye, de például az enyém is itt van, ami azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy a legalacsonyabb széria darab szám most az enyém a 062. Meg szoftvert is frissítettem rajta, meg annyi kiegészítője van, mint égen a csillag, tehát egy 350-es aksító fölfele mindent megeszik. Ezek is jóvételek például. Mert hát amit az előbb beszéltünk, Mújó, te is 13 watt, én is 12, ennek meg 24 a teteje, na, pont elég. Nagyon jó kis eszközöket soroltunk föl szerintem, és az jutott még eszembe, hogy a bevásárlásra. Az a jelenség, amit már sokszor megemlítettünk, hogy emberek ész nélkül veszik, ezt nem degradáló jelzőként akarom használni, hanem tényleg röfelvéggel veszik távol keletről a filléres boltokból a mindenféle klónokat, amik egy nap múlva már valamelyik Facebook csoportban árulnak, mert vagy nem jött be nekik, vagy ilyesmi a minősége, vagy el van találva, vagy nincs. Hogy most nem ezeknek a készülékeknek a beszerzésének van itt az ideje mert, mert szorít az idő, és, és, nem lesz utánpótlás, és inkább, inkább egy kicsit rá kell áldozni, és megbízhatóbb ö, eszközöket venni, amik ki fognak szolgálni fél év, egy év, két év múlva is. De volt és ezzel kapcsolatban... a kukába egy nappal később. Bocsánat, igen, erre akartam ráfűzni, hogy mondtuk ezt már adásban szerintem, hogy mennyivel másabb az az ember, vagy az a típus, aki minden új szerű megoldást megvesz mondjuk távol keletről, és azt mondja, hogy de hát nem költök annyit rá, mikor az én asztalomon van mondjuk, itt van egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, amit látok eredeti kazán, és hogy az de kurva drága, mert mondjuk a, a, a mennyi a tájfun? 40 ezer vagy 45? Valahogy így. 40 valamennyi. Na, ő meg annyit vesz, hogy a fiókjában nem fér, és aztán összeadja, hogy egy, mennyit várt rá, mondjuk darabjára egy hónapot, én már használtam közben az enyémet, de hogyha darabja csak 5000 forint, és ő vett mondjuk három hónap alatt tizet, az 50 ezer forint. Én meg megvettem egyszer a tájfunt, aztán annyi. És akkor pont ott vagyok, mint ő három hónap alatt. Hát ezt kell végig gondolni, meg hogy mennyi probléma van egy, utángyártottal, meg egy eredetivel. vel. Tehát volt olyan, én nem viccelek, mikor eladtam a, a GT1-et, mert hát minek tartsak olyat, amit minek? Hát itt a GT2. És ö, eladtam egy olyan srácnak, akinek volt klónja, és utána képzett, fölhív, nem is sajnálta a pénzt rá. Tehát fölhívott, hogy, hogy ő azt hitte, hogy ez csak marketing bullshit, hogy jobb, de hogy tényleg jobb, mert neki van klónja, és Tökre más, tökre más. Én nem akarok senkit arra biztatni, hogy most költsetek el ennyi-annyi tizenezer forintokat, mert nem az én zsebemből fogjátok finanszírozni, hát nem tudom, kinek mennyi pénze van, de ha tehetitek, akkor eredetit vegyetek. Igen, és ez nem, ez nem sznobizmus, csak időtállóság egész hát, De Most mondhatnám azt, hogy de... Ö, az az egyik fele, a másik meg, hogy mennyivel vagy előrébb tíz nem használt szarkazánnal a fiókban, mint egy jól üzemelővel az asztalodon. Hát igen. És, és akkor az ellenpólusnak te tudod mennyi, az én tájfunom mondjuk, legyen mondjuk 40 ezer volt, mennyi a te, te pelzód? Nem vagyok most árban képben, hogy mennyi volt. A sima dripper volt 19. Na, tehát a, nem kell azt gondolni, hogy itt itt aranyárban van minden, meg lehet azt venni ennyi pénzért is, és meg lehet szeretni, és meg lehet szokni a dripper életstílust is. És mennyire megtanulja az ember értékelni a piros lámpákat a városban, mint ahogy én is, Annó. <kül> Jó, ö, szerintem a készülékeket ö, átbeszéltük, még egy apró kiegészítés lenne, és itt ez már nem készülék, hanem anó csináltam én egy videót, a gyík Number van alapszerszámkészlet felújításokhoz, ami mindenféleképpen hasznos tud lenni. Itt viszont ö, tényleg nem kell ö, megvenni a mit tudom is én, milyen orvosi tököm tudja, milyen, meg lehet venni 10-20 ezer forintos csipeszeket is, de ott összeírtam egy nagyon jól használható kis listát. Például orvosi szaküzlet is van, ahol én azt hiszem 1700 forintért vettem rozsdamentes csipeszt, amit még mindig használok öt év után vagy kerámia csipesz, vagy egy alap multiméter, amivel meg tudjuk nézni mondjuk, mert ugye ha meha modunk van előtte, mindig mérünk, hanem nem ilyen kis szerelőpad, vagy mi a túró, akkor egy multiméterrel, de mérünk. Szakácsfákja, de aki ilyet nem használ, az nem baj. Uh, 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 burkolatjavítás, zsugorcső, körömcsipesz, és a többi, és a többi, ez mind le van írva ott abban a listában, a videóban elmutogatom linkekkel, mit, hol lehet beszerezni, szerintem az időt álló, és, és, nem kell messzire menni, tehát vagy itthon meg lehet kapni, vagy ezt Kínából is be tudja az ember szerezni, és, és ezzel nem szorít az idő szerintem, mert egy mikrokoil tekerő segédet nem gondolnám, hogy megfognak a határon azért, mert az, az elektromos cigaretta, vagy elektronikus cigaretta. Úgyhogy ennyi. Nem húznám már túl sokra, mert már másfél órán a járunk, pedig ez csak egy ilyen összefoglaló kis anyag, meg mújónak is menni kell, és, és, annyit mondanék még itt a végére, hogy aki tényleg érez magában affinitást, annak mindenképp azt javasol, nem javasoljuk, csak egy jó szamárvezető lehet például Blackinek a készült egy ilyen do-it-yourself széria az alapoktól, onnan, hogy, hogy milyen modokat tud az ember otthon az elektronikai boltból megvásárolt alkatrészekből, mint például huzal, szerelődoboz, kapcsoló, milyen kapcsoló, milyen fet, vagy milyen más áramkörből ő egyakusat, kétakusat, feteset, kinyásat összeszerelni. Ezeket a videókat most direkt be fogom linkelni, illetve azt hiszem, hogy Blackinek szóltam, hogy csináljon egy lejátszási listát ezekből, azt az egy lejátszási listát fogom majd beinzertálni, és akkor ott szépen végig tudja az ember nézni azt a, azt a nem is tudom, azt mondja, hogy hat videót összesen. Úgyhogy ennyi lett volna részemről a, a modos különkiadásunk, így a, a május 20-ai szabályozás előtt. Nem tudom, hogy van-e még valami hozzáfűzni valótok ehhez a témához. Hát nekem annyi, hogy mindenféleképpen kell, hogy legyen valamiféle elektronikai jártassága az embernek. És Blacky tanácsait már az építéshez. Meg. Igen, az építéshez. Az építéshez kerülje a gavronizátor túlzott használatát. De aki nem tudná, hogy a, mi az, az, az most se fogja tudni. Tehát a, most fogja a, tudni, ragasztó ez a pisztoly, pisztoly, az nem volt meg mindent. Ragasztó, Igen. Amit egyébként a kínaiak is bizonyos szint alatt előszeretettel használnak. Igen, és aki nem biztos a dolgában, az egy, vagy ne építsen olyat, vagy, vagy ha tud egy megbízható embert, aki megépítené neki, akkor vele csináltassa meg egy, mit tudom, és sör áráért biztos segíteni fog. Úgyhogy ennyi. Én azt mondom, hogy Krisztián, uh, te nem vagy up to date Walking dead -ben. Totál nem, mert beszippantott a Daredevil, és muszáj volt végignéznem az egész évadat. Van még, van még uh, egy kis időnk addig, amíg neked el kéne suhanni, de szerintem most a sorozatokat offoljuk, Ez tematik adás. Mit szóltok okay. hozzá. Jó. Jó, nem, és nem akkor nem kultúra nem. most nem is lesz, szerintem, hanem videóba berakkom azokat az ismert videókat, amiket itt összegyűjtöttem a a bejegyzésben, tehát a, az készlet ez a Do It Yourself videó, illetve a Blackinek a Do It Yourself videóit akkor oda be fogom rakni, és akkor ez a 6-7 videó egy, egy, erős mag lesz. A többi az meg ö, bejegyzésenként ö, ott lesznek a linkek alatt a, a, videók, amit, amit mi már itt a hónapok alatt összeszedtünk, ö, tudás anyagként, úgyhogy azt is rágjátok végig. Egy hetetek van rá, hogy megnézzétek. Ha naponta csak egy videót néztek meg, meg elolvastok egy cikket, akkor jövő hétig a következő adásig pont sikerül majd földolgoznatok az anyagot. Úgyhogy addig magam és váltótársaim nevében jó videónézegetést, sok okosodást, akinek nem tudtunk újat mutatni, az az ne háborodjon föl, csak olvassa el a linkeket, vagy ha el sem akarja olvasni, akkor ossza meg az ismerősei között, mert biztos, hogy mindenkinek van olyan ismerőse, aki segítségre fog szorulni. Úgyhogy én megköszönöm, hogy meghallgattatok minket másfél órában, jövő héten találkozunk, akkor pedig nem más lesz terítéken, mint a bűvös likvidek. Ebben is lesz sok téma. Én Ajas vagyok, és betettem a kultúra rovatba a Bibliából a hét szűk esztendőre vonatkozó idézetet, mindenki olvasgassa. Akkor ez lesz nem videó lesz most ott, hanem egy idézet. Ez, ez pont jó. a kultúrában, de akkor az enyémet jövő hétre tartogatom, most kivételesen van kultúra jelölésem. Oké. Okay. Jó. De még jövő héten is bőven aktuális a lesz, jövő hogy tudják ráérek. Többsz. Fiúk. Megint jót beszélgettünk, örülök, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!